Magyar történelem szakos tanár, pedagógus a szó legnemesebb értelmében. 42 év tanítás után sem pihen, lelkes lokálpatrióta abban a faluban, ahová 13 éve költözött férjével. Nem mellesleg Komjáti Jenő dédunokája. A mai ismeretlen ismerős Baconiné Felszegi Katalin. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Bevallom, hogy nagy élvezettel olvastam azt az önéletrajzot, amit elküldött nekem. Egy olyan világba kalauzolt el, amit eddig csak regényekben olvastam, vagy filmmel láttam. A történet valahol ott kezdődött, hogy 1944-et írunk, illetve talán még egy kicsit előbb is. Hát, ha a családomról szeretne valamit tudni, egy nagyon ősi család vagyunk, részint felvidéki, részint erdélyi család. A felmenőim azok Komjáti Jenő, a dédapám, a költő, és annak az édesapja pedig Komjáti Anzelm, aki ügyvéd volt, és Nyitra megyének a tankerületi felügyelője és ügyésze is volt. És a könyvei megvannak mind a mai napig az Országos Széchenyi Könyvtárban, amiket írt. A dédapám pedig Komjáti Jenő költő, Madách Imréjékkel vagyunk rokonságban, keresztkomaságban volt a két család egymással. A dédanyám pedig az a különleges Márkus Gizella ember volt, aki Komáromba, a Szlovákiában lévő Komáromban tanított, és ő volt az első, aki megnyitotta a lányok számára a polgáriskola helyett, a gimnáziumot, és ő volt az első, aki koedukált nyaralásra vitte akkor a fiúkat és lányokat, hát ami óriási dolog volt abban az időben, fiumébe. Ezért Aponyi Albert gróf annak idején külön díjban részesítette őt, mint aki nagyon sokat tett a kultúráért. Dédapám Komjáti Jenő Balassa gyarmaton tanított, ma is a gimnázium az ő nevét viseli, és ott van a képe a gimnáziumnak a falán. Édesapám erdélyi származású volt, az erdélyi főnemességhez tartozott. Az én nagyapám, azt így mondják, hogy valódi királyi titkos tanácsos volt, aki kopogtatás nélkül bemehetett Ferenc Józsefhez. És hát persze mind a két részről a Trianon igencsak közbeszólt, és így minden ott maradt úgy felvidéken, mint Erdélyben. Édesapám már átjött Magyarországra 9 éves korába, áthozta az ő főpap édesapja, és illetve nagyapja, és ő már mezőgazdász lett, tehát Jász-Nagykun-Szolnok megyének volt a főagronomus, amikor én születtem, illetve akkor éppen katona volt, amikor én megszülettem. Az is egy különleges dolog volt, mert pont akkor szőnyegbombázták Szolnokot, amikor én születtem, és a pályaudvart akarták lebombázni, de sokkal nagyobb volt a szél, mint amire számítottak, és így nem a pályaudvar ment tönkre, hanem egy kilométerszer kilométeres körzetben a város tűnt el a földszínéről, köztük a mi lakásunk is, és azért maradtunk életben, mert édesapám a testvére, vagy cselédlányal ugye bekísérték édesanyámat velem együtt a kórházba, viszont már nem volt hova hazajönni, vagy hazamenni. Édesapám fölkísért akkor minket nagymamámhoz Pestre, és ott maradtunk, ő pedig visszament a frontra, és aztán hadifogságba is került. Nagymamájáról csak éppen, hogy egy picikét beszélt az imént, pedig ő nagyon meghatározó ember volt az életében. Igen, már csak azért is, mert a háború következtében édesanyám tüdőbajt kapott, és 6 éves voltam, amikor szanatóriumba került, és 12 éves voltam, amikor meghalt. És nagymama volt az, aki bálat bennünket a bátyámmal együtt. Annak ellenére, hogy ő már egyszer egyedül fölnevelte a leányát, mert a férje meg az első világháborúban halt meg. Fölnevelte a leányát, ő képzőművész volt, 8 nyelven írt, olvasott és beszélt, fantasztikus, olyan klasszikus műveltsége volt, hogy párját ritkította, tényleg egy utolsó polihisztor volt.
és miután a lánya miatt is már muszáj volt a képzőművészetet feladni a tanárként, mert akkor azért a három nővérével együtt elvégezték a tanítóképzőt és tanárképzőt, tanárként működött, és így aztán tanárként minket kettőnket a bátyámmal együtt nevelt. 12 volt, amikor édesanyám meghalt, és 22, mikor a nagymamám, úgyhogy akkor aztán teljesen egyedül maradtam. De már fiatalon tudta azt, hogy mifele visz majd az útja. Mindig is pedagógus szeretett volna lenni, igaz? Igen, már olyan mulatságos volt, hogy már 5. koromban lejártam az alsóba, volt tanítónénimhez, és órákat tartottam, például matematika órát, ahol a szorzótáblát tanulták, és olyan jókat mulatotta volt tanítónénim, hogy még a hangsúlyom is olyan volt, ahogy azt ő csinálta. Tényleg nagyon régóta pedagógusnak készültem, és roppant mód el voltam keseredve, amikor elvégeztem a általános iskolát, illetve vége felé voltam, mert akkor megszűnt a tanítóképző az általános iskola után, csak középiskolába lehetett volna menni. És én képzőművészeti gimnáziumba jelentkeztem, nagyon jól sikerült a felvételim, de abban az évben mégse vettek föl, és akkor a keresztapám közgazdasági technikumba tett be az Alkotmány utcába, oda az Országház mögött van, régi keleti akadémiára jártam, és megmondom őszintén, hogy 2 évig azt sem tudtam, hogy mi lesz belőlem, mert annyira nem illett hozzám az iskola, de annak az elvégzése után el voltam keseredve, hogy nem volt, aki tanítasson, mert hát nagymama nyugdíjából nem lehetett, és akkor jött a segítség, hogy a volt tanáraim szereztek nekem képesítés nélküli állást Hernádon, Dabasi mellett 2 megállóval, és hát nálam nem volt boldogabb ember a világon. Rögtön föl is vettek a főiskolára, magyar történelem szakra, és hát tanítottam és tanultam. 44-en indultunk a főiskolára, és 4 magammal államvizsgáztam mindössze. Hát ez szép eredmény akkor. És az államvizsga után hova került? Hernád után Dunaharasztira helyezett át a szakfelügyelő, mert hát rengeteget kellett utaznom már, mint feleség, 7,5 órákat utaztam. Ebben minden nap 5 km gyaloglás is benne volt. Az azért nagyon sok volt. Dunaharasztira kerültem, ott már csak 4 órát utaztam, de azért az 5 km gyaloglás ott is megvolt. Nagyon szerettem azt is. De aztán megszülettek a gyerekek, és akkor választanom kellett, hogy most pedagógus leszek, vagy anyuka, mert délután is tanítottunk, 9 előtt nem értem volna haza, és akkor meg a gyerekeknek már aludni kell, és így aztán választanom kellett, és akkor a Nemzeti Bank bölcsödéjének, óvodájának, iskolájának lettem a vezetője, igazgatója. 350 gyerek volt, sok-sok alkalmazott, és hát 8 évig nem tudtam elhelyezkedni az iskolába, mindaddig, amíg el nem döntöttem, hogy na most már ebből elég, és elmentem a 2. kerület oktatási osztályára, és elmondtam, hogy én nem azért végeztem a főiskolát, hogy én ne taníthassak. Mondták, hogy jó, de hát a vezetői potlékot nem tudják megadni, mikor 1200 forint volt, óriási pénz volt. Mondtam, hogy nem számít, én tanítani szeretnék. És mondták, hogy na hát ilyen ritka egy ember, ennek muszáj állást találni, és így aztán kaptam a lakóhelyünk közelébe, a Fenyvesúti Általános Iskolába tanítottam. Egy kicsit kanyarodjunk még vissza Hernádra, mert mesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban, hogy mikor eljött onnan, akkor hogyan búcsúztatták. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nehezen szereztem meg a tiszteletet, mert ott meg kellett szerezni azt, hogy ne kisasszonykának szólítsanak, hanem tanárnőnek, hogy amikor eljöttem, akkor kiénekeltek a faluból. Az úgy nézett ki, hogy hát az állomásra egy nap 3-szor jött csak vonat, tehát ott nagyon sok vonat nem volt. Nem sokan szoktunk általában utazni, akkor meg nagyon sok ismerős szülő kint volt, és mindig mosolyogtak, beszélgettek. Úgy néztem, hogy miért vannak ennyien, de nem foglalkoztam vele. És mikor bejött a vonat, akkor egyszer csak azt még el kell mondanom, hogy ezeknek a vonatoknak az első kocsi az mindig tanulókocsi volt. Ugyanis Gyálról a gyerekek Ócsára gimnáziumba vagy Dabasra gimnáziumba jártak, és én arra mindig Budapesten felszállhattam, mint pedagógus, és így a vonatvezetők nagyon jól ismertek. És akkor beállt a vonat egy félkörbe, és a szülők földíszítették a kupét, ahova én beszálltam, és
elkezdtek énekelni, és hát borzasztó zavarba voltam, hogy hát menetrendet azt tartani kell, mondták a vonatvezetők, hogy nem számít, addig vagyunk, ameddig itt el nem éneklik, ilyet úgysem mindig lát az ember, tehát így kaptam 2 vagy 3 szép éneket, énekeltek, és így búcsúzott el tőlem a falu. Egyébként ezek a tanulók voltak azok, akik 25 év után megkerestek engem. Mégpedig úgy, hogy a kerület összes oktatási osztályát fölhívták, hogy melyik kerületben tanítok, így találtak meg, és hívtak aztán le, hogy találkozzunk együtt, és elmondhassák, hogy mi mindent köszönhettek, vagy tanítottam, vagy kaptak tőlem, ami nagyon megható volt számomra. Gondolom, hogy nagy élmény volt. Hát óriási, mert mindig is az volt bennem, hogy az ember borzasztó felelős azért, hogy mit ad a gyerekeknek. Egy szóval ölni lehet, egy szóval emelni az egekbe lehet. És borzasztóan vigyáztam arra, hogy soha ezt a határt át ne lépjem. Mindig tisztelettel kezeltem a gyerekeket. A szülőknek mindig azt mondtam, hogy végül is én egy nagy megtiszteltetésbe vagyok azáltal, hogy rám bízzák a gyerekeiket, és ezek a gyerekek egy potenciális Einsteinnek, vagy Karizsai Dorottyák, vagy akárkik, akik egy Madame Curie-k, amivé válhatnak. De hogy mivé válnak, az mi rajtunk múlik közösen. És ezért úgy is bántam velük, hogy mindegyiknek a saját értékét igyekeztem tovább fejleszteni, meg erősíteni, és ugyanakkor megtalálni hozzájuk a kulcsot, és akkor már nem volt soha problémám a fegyelmezéssel. És szívesen tanulták akkor az én tantárgyaimat is, mert szerettük egymást. És nem csak Hernádon szerették, hanem Budapesten is, ahol tanított, igaz? Igen, aztán a Fenyves úti általános iskolába tanítottam, később a Sopron úti. Mindig azon múlt, hogy akkor elköltöztünk Pasarétről, akkor megint 3 órákat utaztam, és ez megint nagyon hosszú volt, és akkor a gyerekek miatt átmentem a Sopron úti iskolába, és azt hittem, hogy már onnan fogok nyugdíjba menni, de aztán a férjemet nyugdíjazták, és a gyerekeink azok szanaszétre, akkor mindegyik megnősült férjhez ment, 2 év alatt ott maradt egyedül a férjem, és nagyon kezdett az egészségi állapota romlani, és döntenem kellett, hogy az ő élete vagy az én nyugdíjazásom és a további életem, és hát inkább úgy döntöttünk, hogy ott hagytuk a Fehérvári úti lakást, és leköltöztünk az egyik fiunk után, aki Bagra nősült, Bagra, és hát a férjem, aki kertészmérnök, itt végre dolgozhatott, kiélhette az ő összes kert iránti szeretetét, és azóta meg vagyunk békességben, és tovább élt, és erőben, egészségben, hála jó Istennek. Ez hány éve volt? Ez 13 évvel ezelőtt. Uh-huh. És ekkor került ön? Akkor Kartalra, még 6 évet Kartalon tanítottam. Én minden iskolámat nagyon szerettem, mert én magát a tanítást, a munkát nagyon szerettem. Teljesen mindegy volt, én amúgy is mindenkivel jól kijövök, nem szoktam veszekedni, nem szoktam hisztériákat rendezni, én békességben meg vagyok mindenkivel, akit nem szeretek annyira, azt kikerülöm, de nem voltak ilyen problémáim. A gyerekeket meg nagyon-nagyon szerettem, meg a szülőket is. Köszönhető volt talán a nagymamájának is, nem? Igen, igen. Nagymamától nagyon-nagyon sok minden olyat tanultam. Például azt tőle tanultam, hogy ha ő mondott egy döntést, ugye hát az ellen appelláta nem volt, de hogyha normál hangnembe, az érveimet összegyűjtve szépen elmondtam, hogy de nagymama, ezért, esetleg, hát tessék módosítani a döntést, és állt a véleményem, akkor ő módosította. És én a tanítványaimat is mindig erre tanítottam, hogy mindent meg lehet mondani, csak nem mindegy, hogy hogyan. Tehát az embereknek kijáró alapvető emberi udvariasságot és stílust meg kell tartani, hogyha én, miután én is emberből vagyok, rossz döntést hoztam, akkor tessék szólni normál hangnembe, érveket felsorakoztatva, és akkor természetesen a döntésemen változtatni fogok, mert ha az ember például észrevett valamit és ítélt valami rosszaságban, de nem jól ítélt, mert nem azt kapta a büntetést, aki igazán megérdemelte, és a gyerekek eljöttek, hogy hát, Kati néni, ez tulajdonképpen így volt, akkor meg még jobban megbüntettem azt, aki hagyta, hogy a másik megkapja a büntetést, mert nagyon erkölcstelennek tartottam.
De ezt a gyerekek megértették, és teljes egészében elfogadták az ilyen döntéseket. És igazság szerint sose tudtam haragudni, hát én tartósan egy 5 percig se tudok haragudni senkire, gyerekre meg pláne nem, mert hiszen azért vagyok én pedagógus, hogy őket tanítsam, nem pedig azért, hogy haragudjak rájuk tartósan. Tehát ha én óra alatt is fegyelmezéssel azért nem volt problémám, mert csak elhallgattam. Akkor megbökték egymást, maradj már csöndbe. És akkor elég volt, hogy észrevette magát, akkor csak rámosolyogtam, és folytattam tovább, mint ami se történt volna. Vagy ha csinált valami rosszaságot, és én megszittam érte, nem üvöltözve, nem elküldve őt, vagy tehát nagyon finoman, elmagyaráztam, hogy mi volt a hiba, amit cselekedetébe. Abban a pillanatban, ahogy láttam, hogy javul, akkor csak annyi volt, hogy odaálltam mögé, vagy csak rámosolyogtam, hogy jó van, így helyes. És akkor már nyert ügyem volt, nem volt probléma. Az egyébként egyértelmű volt, hogy magyar történelem szakot fog választani? Hát miután képzőművésznek készültem, és ez nem sikerült. Ennek után a humán érdeklődésem az kifejezetten a magyar és a történelem felé vonzott. Hát nem gondoltam, hogy olyan rettenetes nehéz lesz ez a párosítás a főiskolán, mert irgalmatlanul nehéz volt. Mutatja ez, hogy összesen 4-en végeztünk, a többiek kiestek. De végül is nem bántam meg. Én nagyon-nagyon szerettem a tantárgyaimat tanítani. És a gyerekek is szerették, ahogy ön tanított? Tulajdonképpen szerették, mert a magyar az a tantárgy, amivel nem csak a tananyagot lehet megtanítani, hanem erkölcsi tartás, értékítéletet is lehet tanítani. Tehát nem volt olyan irodalmi mű, amivel az ember ne tudta volna fejleszteni a gyerekeknek a szókincsét, a szép érzékét, az értékítéletét. Viktor Hugónak van egy olyan csodálatos mondása, hogy szép dolog kifaragni egy szobrot, és életet adni neki, de még szebb dolog kifaragni egy emberi lelket, és megtölteni igazsággal, szépséggel és szeretettel. Hát azt hiszem, hogy ennél jobban semmi nem fejezi ki tulajdonképpen a pedagógiának a jelentőségét és értékét. És nem csak a gyerekeknek próbáltam ezt adni, hanem a szülőknek is. Nagyon érdekesek voltak a szülői értekezletek, mert én hozzám minden szülő eljött, és aki nem jött, az elnézést kér, de a többi írta, hogy mit mondtam. Fél óra alatt én a lényeges dolgokat mindig elmondtam, és utána mondtam, hogy hát most készen vagyunk, mehetünk haza. Hát sosem mentek haza, mert ebben a mai rohanó, elembertelenedő világban, ahol a családok már kicsit szétestek, a nagy családok legalábbis, hogy ugye dédszülő, nagyszülő, szülő, gyerekek esetleg együtt laknak, a szülőknek a mindennapi nevelési problémákkal is nagyon sok gondjuk van, és az volt ez érdekes, hogy utána ott maradtak, és őszintén kértek tanácsokat. És hát mivel ugye nekem is vannak gyermekeim, és végül is nagyon sok mindent átéltem ezáltal, hogy ugye nem voltak szüleim, tehát az ember sok-sok küszködésen ment át, sok tapasztalatra szertett, mindig tudtam nekik mondani valami jó tanácsot, és azt hallgatták örömmel. Tehát mindig elmondtam nekik, hogy végül is nincs nagyobb kincs az életben, mint az ő gyerekük. Hát ez természetes, hogy ez egy minden ember egyébként is egy megismételhetetlen csodálatos alkotása az a világ mindenségnek. Soha nem volt olyan, és nem is lesz még egy ugyanolyan. És a gyereknek tudni kell pont ebben a serdülőkorban, mert hiszen én 10-től 14 éves korig tanítottam a gyerekeket, azt, hogy amikor a legnagyobb lázadó korszakukban vannak, hiszen alsó tagozatos korban még a szülő az Isten, a minden, felső tagozatos korban egyszer csak kritika alá veszik őket. És akkor egyszer csak az odáig csodálatos anyáról kiderül, hogy na, vannak hibái, és azt felnagyítják a gyerekek, tehát még nehezebben fogadják el, még nagyobb a lázadás bennük. És pont ebbe a korba, ebbe a lelki bizonytalan korba kell a gyereknek azt tudnia, hogy a szülő mindazon által, hogy ilyen gondokat okoz neki,
szerető teljes szívével, minden hibájával és jó tulajdonságával együtt. És mindig elmondtam a gyerekeknek, hogy higgyétek el, hogy a szüleiteken kívül soha senki az életben, még a legszerelmetesebb párotok sem fogja úgy elfogadni az összes hibátokat és erényeteket, mint a szüleitek. Tehát szeretni és tisztelni tartoztok őket. És mindig elmondtam a magam esetét, hogy a földet megforgattam volna, ha az édesanyámat vissza tudom hozni az élők sorába, és hogy mennyire hiányzott nekem. Én ő neki 6 éves koromtól kezdve a szanatóriumba minden héten írtam az életem minden kis eseményét naplószerűen. Ahol éppen tartottunk, ott nagymama föladta, és jött a következő levél. És mivel ugye nem élt velünk, és nem mondta azt, hogy jaj, fiam, már nem mostad ki megint ezt, vagy nem pucoltad ki a cipőt, nem vitted le a szemetet, ő egy fetisizált, abszolút anya volt, aki amúgy is egy csodálatos lélek volt tényleg. Nagyon-nagyon szerettem, és amikor meghalt, 12 éves koromban, hát 6-os voltam, nem tudtam róla beszélni. Nem tudtam még egy fekete ruhát se fölvenni, mert nem bírtam elmondani az embereknek, hogy milyen fájdalmat jelent az nekem, hogy meghalt. És az utolsó soraival mentett meg engem, amit már alig tudott leírni kézzel, hogy legyél az én édesanyámnak a kislánya helyettem. És én odáig is tudtam, hogy a nagymama az édesanyámnak az édesanyja, de hogy ő is egy édesanyja. Tehát akkor tudatosodott bennem, és akkor nagymamával elmélyült a kapcsolatunk, és tényleg nagyon-nagyon. Tehát mi olyan szeretetben nőttünk fel, mi annyi mindent kaptunk nagymamától, hogy mindazonáltal szép gyerekkorom volt. Elég nehéz megszólalni ezek után. Arra szerettem volna még rátérni mindenféleképpen, hogy nem csak az iskolában találkozott a tanítványaival. Hát nem, természetesen nem, mert azért most nem tudom pontosan, mire gondol, rengeteg szakkört vezettem. Igen. Tehát színjátszó szakkört vezettem, irodalmi szakkört vezettem. Nagyon-nagyon fontosnak tartottam például a fogalmazás képességnek a fejlesztését, hiszen mindig azt mondtam, ha valaki tud fogalmazni, akkor az már ki is tudja fejezni magát bármilyen tantárgyban. Ahogy például 5. osztályban János Vitéznél már megtanítottam a gyerekeknek a vázlatkészítést. Tehát minden fejezetéről a János Vitéznek a gyerekeknek otthon vázlatot kellett készíteni, és következő órán abban kezdtük, hogy felolvastuk, hogy ki mit írt. És amikor ugye tartalmat írt, mert nem tudnak vázlatot írni, akkor ott a többiekkel együtt azt az egy hosszú mondatot addig rövidítettük, míg abba az abszolút lényeg benne volt. Mert ha valaki vázlatot tud készíteni, az már a lényeget is ki tudja emelni. Tehát minden tantárgyba tudtam őket segíteni, mondtam is nekik, hogy mindig a lényeget húzzátok alá a könyvbe. Az a pár szó, az elég kell, hogy legyen arra nektek, hogy utána már a szöveggel ki tudjátok egészíteni, illetve hangosan tanuljatok, mert ha hangosan tanultok, akkor olyan szókincsetek lesz, hogy már nem lesz probléma az, hogy kifejezzétek magatokat még akkor is, hogyha nem tudjátok annyira az anyagot. Ugyanez a fogalmazás. Tehát én rendszeresen készítettem úgynevezett így írunk mi pályázatokat, ami arról szólt, hogy na még mielőtt ezt elmondom azt, hogy minden fogalmazás, amit ugye kötelezően írtak a gyerekek dolgozatként az iskolába, annál legalább 4 vagy 5 címet adtam meg. Mert én emlékszem annak idején, amikor egy-egy fogalmazást megadtak, annak előtt nekem nagyon könnyen ment a fogalmazás, talán pont ezért, mert édesanyámnak ezeket írtam. Ha nem mozgatta meg a fantáziámat, borzasztó szenvedés volt egy adott óra alatt arról egy jó dolgozatot írni. Ezért én mindig előre megadtam a címeket, és a 5 közül egy csak beindította a gyerekek fantáziáját. És ezért az Így írunk mi pályázaton is teljesen mindegy volt, hogy ő verset ír róla, vagy verses mesét ír, vagy mesét ír, vagy mondát ír, vagy bármi, de egy skifit ír, teljesen mindegy volt, hogy mit ír, de az olyan legyen, hogy legyen bekezdés, tárgyalás, befejezés, a szereplők szépen el legyenek helyezve a megfelelő helyen, ha tündérmese, abban legyenek tündérszereplők, tehát minden a maga helyén meglegyen, és még rajzolhattak is hozzá. Na hát ez meg egy külön élmény volt. És akkor kijavítottam, visszaadtam, újra leírták, azt is kijavítottam, és utána fali újságon megjelentettük az iskolába, és ennek olyan sikere volt, hogy minden más osztály és előbb-utóbb a kollégák gyerekei is bekapcsolódtak, és
És hát én úgy érzem, hogy ez a gyerekeknek a fogalmazókészségét, kifejezőkészségét, fantáziáját nagyon nagy mértékben segítette. De jártak például kirándulni is együtt. Hogyne, természetesen. Hát egy gyereket az ember csak akkor ismer meg igazán sokoldalúan, hogyha elviszi őket. Én hordtam őket múzeumba, mentünk kirándulni, mindenféle foglalkozásokra, mert addig nem tudtam igazán hatni egy gyerekre, amíg a lelkéhez a kulcsot meg nem találtam. És mindig minden oldalról igyekeztem őket megismerni, hogy az ő értéküket tudjam értékelni, és ezt meg is mondtam neki, hogy hát nem baj, hogyha te a magyart nem szereted annyira, de te tudsz rajzolni, hát ez egy csodálatos tehetség, vagy te egy olyan manuális készséggel rendelkezel, hogy már most szereled a ilyen-olyan rádiót, vagy bármit, az egy csodálatos adottság. És akkor ők fölragyogtak, hogy fú, hát akkor bennük ezt én értéknek tartom, és utána már hajlandók voltak a magyart is megtanulni, meg a történelmet, hiszen végül is, ha szeretjük a Kati nénit, akkor azt is megtanuljuk meg. Hát az ember igyekezett úgy is tanítani. Én soha úgy nem mentem órára, hogy neki az utolsó 42 évig tanítottam, a 42. évben is, hogy ne készültem volna fel az órámra. Ha verset kellett mondani, akkor otthon háromszor hangosan elolvastam. Ha novellát, azt ugyanúgy. A történelmet pedig, hát rengeteget olvastam hozzá, történelmet megmeséltem nekik. Tehát ott mindig az volt, hogy hú, Katinén, tessék már mesélni. Most, ha egy gyereknek a történelem az egy mese, akkor az egy jó dolog, én úgy gondolom. És mikor közben voltak olyanok, hogy fölugrott az egyik gyerek, hogy én a török ellenes háborúkat tanítottam, hogy hú, Kati néni, ha én akkor élhettem volna. És mondom, akkor mit csináltál volna? Én is mentem volna harcolni a hazáért. Vagy a másik azt mondta nekem, hogy Kati néni, ne tanuljuk tovább a történelmet. Döbbenten néztem rá, hogy hát ezt hogy gondolod, mi az, hogy ne tanuljuk tovább a történelmet? Nem, mert én megnéztem, a jövő órán elbukik a szabadságharc, és azt már ne tanuljuk, mert az nem jó. Ilyen élményekért érdemes tanítani, na én azt hiszem, ezek csodálatos élmények. De aztán 42 év után nyugdíjba vonult. Hát igen. Mennyire volt nehéz otthagyni a tanítást? Tulajdonképpen, hát nehéz volt, mert ez egy, ha az ember ezt, hogy is mondjam, ez nem egy pálya, ez egy hivatás. Uh-huh. Tehát nagy különbség a pálya és a hivatás. Én mindig hivatásnak éreztem a pedagógus pályát, és nehéz volt otthagyni, de unokáknak szükség volt rám. És azért az ember az unokákért mindent megtett. És hát azért 42 év után már el is fárad egy kicsit az ember. Nem mondom, hogy azóta is nem hiányzik, de hát azért van közöm gyerekekhez továbbra is, és azért nem adtam föl azt, hogy az irodalommal, a versmondással, vagy egy mesemondással tudjak adni az embereknek, azért megmaradt továbbra is, mert a Bagi különböző műsorokon mindig fölkérnek, hogy mondjak verset, vagy mondjak valami szép novellát, vagy akár karácsonyi műsorba, vagy volt, hogy tudom én, március 15-én, vagy valamikor október 23-án, most legutóbb a Bas Albertnek az Üzenet haza című versét mondtam el. Tehát azért nem szakadtam el egészen ettől. Meg hát az újságot is szerkeztem, Bagon, a Bagi hírlapot, úgyis az ember kicsit ezért az irodalomhoz közel maradt. Van egy nagyon szép története, ami a nyugdíjazása utáni időből származik. Igen, az nagyon érdekes volt, hogy az ember azért 42 év után leteszi a lantot, az mindig egy olyan fájó dolog. És igen, hívő ember vagyok, és imádkoztam Istenhez, hogy édes jó Istenem, olyan jó lenne tudni, hogy jó helyre kerültem, én oda mentem, ahova te szántál. Ezt a talentumot adtad nekem, vagy rossz pályára mentem? Tudtam én egyáltalán adni annyit a gyerekeknek, hogy ez tényleg, amit te szerettél volna? És aztán úgy elszégyeltem magam, hogy mit kis porszemmi vagyok én ezen az egész nagy földgolyón, egy senki, egy semmi, hogy jövök én ilyenhez? És még úgy bocsánatot is kértem a jó Istentől, hogy hát Uram, ne haragudj, most csak egy lelki válság, egy kicsit megyek dolgozni, aztán majd túl leszek ezen. Másfél hét se telt el,
és egy 17 évvel azelőtt végzett osztályom keresett meg úgy, hogy valahonnan megtudták, hogy Bagon lakom, és fölhívták az önkormányzatot, hogy megkérdezzék, hogy tényleg ott lakom-e. És azok aztán fölhívtak engem, hogy megadhatják-e a volt tanítványaimnak a telefonszámomat, mondtam, hogy persze, természetesen meg lehet adni. És nem is én voltam az osztályfőnökük, csak a magyar tanáruk. És akkor elmentem erre a találkozóra, ott beszélgettünk, és akkor a végén azt mondják a gyerekek, hogy tetszik tudni, Kati néni, hogy ezt miért hívtuk össze ezt a találkozót. Mondom, hát, hogy találkozzunk. Nem. Most már elmondjuk, hogy a Bálint Gabi, aki ezt szervezte, azt álmodta az éjszaka, hogy meghalt a Kati néni, és sírva ébredt, hogy most már sose mondhatja el, hogy mi mindent köszönhetünk mi a Kati néninek. És fölhívott bennünket, és olyan érdekes volt, hogy külföldre mentek volna dolgozni két gyerek is, és azért előbbre hozták a találkozót, hogy még ők is ott lehessenek, mert minden áron ott akartak lenni. És akkor elkezdték mondani, hogy hú, Kati néni, hogy még mindig megvannak a magyar füzeteink, hogy a középiskolában abból éltünk, amit a Kati néni mondott, hogy otthon a gyerekeink úgy ismerik a Kati nénit, mint egy családtagot, mert mindig azt mondjuk, ha valamit csinálnak, hogy a Kati néni erre azt mondta volna, hogy... És csak úgy néztem, meg hogy még mindig tudjuk, és akkor mondták, hogy mi minden az, amit még mindig tudnak, és mindig emlékeznek, és én csak úgy hallgattam őket, és egyszer csak leesett a tantusz, hogy mit is kértem a Jóistentől, hogy lám, íme, megkaptam. Nem számítottam rá, és íme, megkaptam, és kicsordult a könnyem, és elmondtam nekik, és ők is abszolút módon meghatódtak akkor, hogy hát igen, és hogy tulajdonképpen nem is csak azt köszönik nekem, amit tananyagként kaptak, mert azzal is nagyon jól megalapoztam a továbbtanulásukat, hanem amit mellé kaptak, ami nem csak tanítás, hanem nevelés. Tehát ez a nevelés, amikor az ember olyat próbál adni nekik, ami az erkölcsi értékítéletüket kialakítja, hiszen egy 10 éves gyerek még azt mondja, amit a szülei mondanak. 10 évestől 14 éves korig kialakul egy önálló értékítélet, és nem mindegy, hogy az önálló értékítélet az milyen. Az nagyon-nagyon függ a pedagógustól, és én ezért roppant módon vigyáztam arra, hogy a gyerekeket minden lehető módon ne csak tanítsam, hanem neveljem is, adjak nekik mindabból, amit én örököltem nagymamámtól és a családomtól, azt mind tovább tudjam adni nekik. És ezt a nevelést, az önnevelését jól példázza, szintén ehhez a találkozóhoz fűződő másik történet is. Igen. Ugye akkor Pasa Réten tanítottam, és hát Pasa Réten akkor ugye értelmiségi családok laktak zömmel, és ezek a gyerekek, akik ott végeztek, azok általában több nyelven beszéltek, külföldön dolgoztak, külföldi egyetemeken végeztek, tehát mindenki a jó magas posztra jutott, boldogan el is dicsekedtek vele nekem, és az egyik gyerek, akit egyébként nagyon szerettem, az olyan búskamúran, olyan szomorúan lehajtott fejjel ült, és miután ugye mindenki elmondott magáról, mindent odaértünk hozzá, és mondta, hogy hát ő nem szívesen beszél magáról, de mondom, miért? Mert ő nem lett semmi, ő csak egy asztalos. És akkor mondtam neki, hogy asztalos, hát fával dolgozol, hát a fának lelke van, hát annál szebb anyag nincsen, és szereted a munkádat. És akkor egyszerre kinyílt, és mondta, hogy igen, mondom, és miket csinálsz? És mondja, hogy intarziás bútorokat is csinál, és még mesélte, hogy mi mindent. És mondtam, hogy te, hát ez egy művészet. Hát akkor te tudod, hogy a fának lelke van, hogy nem mindegy, hogy milyen fát hova használsz. Így van, Kati néni, komolyan, és az egész társaság csöndbe volt, és mind áhítattal nézték azt a fiút, hogy hát tényleg, hát ez is lehet egy komoly érték, és micsoda jó dolog. És tudom, hogy már kész búcsúzkodtunk, és ez a fiú odajött hozzám, és azt mondta könnyes szemmel, hogy Kati néni, köszönöm, én úgy szégyeltem ott magam. És most olyan büszke és boldog vagyok, hogy ezek után, ameddig csak élek, büszke leszek és boldog, hogy én ezt végzem, amit szeretek, és hogy én ebben is tudok alkotni, és szépet teremteni magam körül. És ezek olyan szép emlékek az ember számára. Meg igazán jó visszajelzés arról, hogy mennyire szerették önt. Igen, hát mondjuk igen. Jobba voltunk. Igen. Egy kicsit most más témára ugorjunk át, méghozzá arra, hogy
Már gyerekkorától kezdve fontos volt az ön számára a sport. Igen, nagyon sok mindent sportoltam. Kicsi korunkban korcsolyáztunk a bátyámmal, és teniszeztünk, ugyanis szembe velünk, ahol laktunk Zuglóban, volt az Fákja pedagógus sporttelep, 8 teniszpálya volt egymás után, és hát mivel mi ugye árva gyerekek voltunk, ennek következtében átjártunk oda labdát szedni a teniszezőknek, hát ez egy nagyon híres volt akkor, mert az Asbót, nem is tudom, János vagy, hogy hívták, híres tenisz, európai bajnokságok voltak ott, és mi átjártunk labdát szedni, és akkor a teniszezők, az ócska teniszidőjüket, ami már egy kicsit szakadt volt, kaptunk tőlük, és ameddig ők pihentek, addig mi játszhattunk ott. Télen pedig ugyanezeket a teniszpályákat fölöntötték rendesen vízzel, legalább 3 pályát volt, hogy 4-et, mert a hoki csapat is ott edzett még akkor, a magyar hoki csapat, és olyan nagy telek voltak akkor, hogy novembertől február végéig általában volt szabad jég, és mi azért járhattunk oda ingyen, mert hát ugye ez a Gondok bácsi, aki nyáron is ismert bennünket, volt, aki fölöntötte a teniszpályákat jégpályává, ismert bennünket, és mi amikor már leoltották a villanyokat, akkor letolhattuk a jégről ilyen nagy kotró lapátokkal a fölkaristolt jeget, és akkor utána ő föl tudta locsolni, és ezért mi ingyen járhattunk, és így korcsolyáztunk, és teniszeztünk. Utána pedig eveztem, az iskola versenyszerűen atlétizáltam, aztán egy ahilleszakadás miatt az megszakadt, a repedés miatt megszakadt, de az iskola tornás csapatába, kosárlabda csapatába, kézilabda csapatába, futó csapatába mindig benne voltam. Színjátszó szakkörben benne voltam, a népi tánccsoportban benne voltam, úgyhogy szóval elég aktív életet éltem középiskolásként is. Utána is versenyszerűen neveztem skifben, és télen síeltünk, és napközben meg örökké pingpongoztunk, úgyhogy elég mozgalmas életet éltem. Még ma is a szomszéddal szoktunk pingpongozni például. Minden nap tornászom, azért nem hagytam abba, azért arra szüksége van az embernek, és talán ennek köszönhetem, hogy még azért bírom magam valahogy. És aktív ma is az élete, amellett, hogy sportol, nagyon sok mindenben részt vesz, itt Bagon. Ugye igen, már nagyon szeretünk itt lakni. Óriási szerencsém volt, hogy a menyem is itt tanít Bagon, és így több embert meg tudtam általa és rajta keresztül ismerni. És akkor szép lassan bekapcsolódtam a bagi életbe, az önkormányzatnak lettem a külsős tagja ezelőtt 4 évvel, és most is beválasztottak. Ezáltal az újságnak, a bagi hírlapnak az egyik szerkesztője is lettem, és lektora is lettem. Aztán a nyugdíjas egyesületbe is bekapcsolódtam, a kórusnak is tagja vagyok, aztán a nyugdíjas egyesület beválasztott a vezetőségbe épp az idei évben. A Bagon, a Piros Bakért Egyesület is létrejött, ami egy olyan egyesület, akik a faluért igyekeznek tenni. Ennek is az alelnöke vagyok, úgyhogy ezért bekapcsolódtam a bagi életbe is, és nagyon jól érzem magam, mert itt is épp úgy emberekkel foglalkozhatok, és épp úgy adhatok nekik egy-egy szép verssel, vagy egy emberi simogatással, vagy egy törődéssel, mint az iskolában, és így ami hiányzik a gyerekek szeretetében, azt megkapom itt, vagy megadjuk egymásnak itt. Ez egy nagyon csodálatos egyesület, ez a nyugdíjas egyesület itt Bagon, és nagyon jól érzem magam itt. Én pedig most azt szeretném kérni öntől, hogy búcsúzóul adjon nekünk is valamit, útravalóul. Hoztam. Nem tudom, hogy mind a kettőt akarja-e. Nyugodtan. Idézetet, mert egyik szebb, mint a másik. Az egyik Osótól Mindennapra című idézet. Többségünk csendesen, minden felhajtás nélkül éli végig az életét a földön. Alig ha fogadnak bennünket vörös szőnyeggel, nem emelnek tiszteletünkre pompás emlékműveket sem. Ez azonban nem csökkenti fontosságunkat. Százszámra várják ugyanis az emberek, hogy egy magunkfajta odalépjen hozzájuk. Emberek,
akik hálásak lesznek a mi együttműködésünkért, bátorításunkért, akiknek a mi egyedi tehetségünkre van szükségük. Valakinek boldogabb lesz az élete, mert nem sajnáltuk az időt, hogy megosszuk vele, amit adni tudunk. Többnyire alábecsüljük egy mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő tekintet, egy őszinte bók vagy csekéke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új irányt szabjon bárki életének. Nem is gondolnánk, hogy végtelenül sok lehetőségünk adódik nap mint nap, hogy a szeretetet kimutassuk. Ugye nagyon szép ez az idézet. A másik is nagyon szép, Hamvas Bélának a láthatatlan történetből hoztam egy kis részletet. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másoknak is ad belőle, mert amikor bennünket elküldtek a földre, az útra bocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert, külön, kivétel nélkül mindenkit. Segítsd, adj enni, adj ruhát neki. Mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki nem tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Ezek olyan érdekesek, ezek az idézetek, hogy mindig megtalálnak valahogy engem, és én mindig, mióta az eszemet tudom, ezeket gyűjtögetem. És tulajdonképpen ez az poétikám is lehetne, hogy adj. Még egyet szeretnék elmondani, amit a nagyapám írt, dédapám írt, Komjáti Jenő, és amit az emlékkönyvemben írt a nagymamám. Rossz a világ? Légy jó tehát magad. Üres a lét? Adj tartalmat neki. Az ember szolga mind, légy te szabad. Hidd sorsodat bátor versenyre ki. Hát, igyekeztem kihívni a sorsot, és igyekeztem adni, és remélem, hogy még adhatok majd az embereknek, és még mondhatok majd nekik verseket, vagy mondhatok majd történeteket nekik. És hogy talán a tanítványaim, amíg ők élnek, megőriznek a lelkükbe, és megmaradok. Ennél több az embernek nem kell tulajdonképpen. Én is nagyon remélem, hogy így lesz. Ezt kívánom, és nagyon köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam. Köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet. Várom Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!